Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetéseket. Két nagyon kedves és nagyon-nagyon jókedvű fiatal embert köszöntök én itt a Fehérvár TV stúdiójában. Ugye egy nagyon-nagyon fiatal fiúcskát mondhatjuk így, illetve egy nagyon-nagyon fiatal leánykát köszöntök itt. Fiúcskának vannak fogászati problémái, majd kiderül, hogy mi ez egyébként majd a beszélgetésben. Viszont az éneklés azért olyan távol nem áll tőlük, mint mondjuk Fekete Lacitól akár a balett, akár pedig bármi más ilyen szépség. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Buk Tibort és Kálmán Petrát. Sziasztok! Köszöntelek benneteket! Szia! Nagyon hizegő volt a fiúcska megnevezés, és azért én tudom, hogy a Petra hány éves, de tehát hogyha így vele így lányocska meg fiúcska, akkor újra 22 éves lettem. Nagyon jó. Ez egy nagyon jó dolog, így van. Erről nem fogunk beszélni, viszont egy csomó minden fontos vagy fontosabb dologról beszélgetünk mindenképpen. Igazából az apró, amiért összejöttük itt a mai napon a fehérvári beszélgetésekben, elkészült egy közös dalotok, és a dalból készült egy videóklip. Ugye az első kérdés az lenne, hogy mi volt annak az apropója, hogy ti közös dalt készítsetek? Azt tudom, hogy rengeteget dolgoztok együtt. Ez, hogyha már együtt dolgozunk, legyen egy közös dalunk, hogy valami teljesen más dolog volt. Hát ez úgy volt ez a dolog, hogy én Éliás Gyulához járok, ő az énektanárom, és ő mondta már nekem régebb óta, hogy kéne neked egy dal, egy jó kis dal, és hogy ő végül is megírta ezt a dalt, és hogy ő ezt nekem adná, hogy próbáljuk ki, hogy ez nekem milyen lesz. És végül is hallgattuk, és mondta, hogy ez annyira duettes, és hogy kéne ehhez valaki. És egyszer csak meglepett azzal, hogy kiderült, hogy ő már megkérte a Tibit, és egyszer csak így az ilyen meglepetésként ért engem, hogy végül is a Tibi elvállalta ezt a dalt, hogy szívesen elénekelné velem. Aha, tehát akkor ez így jött. Tehát Éliás Junior megírta, már gondolt Tibire, és te meg meglepetésszerűen konstatáltad, még soha nem találkoztam ezzel az emberrel. Hát igazából úgy kértem fel, de neki már ez nem volt úgymond idegen. Ez a kérdés. Ez a Petra verziója, most elmondom az igazat. Tehát, igen. A helyzet ennél sokkal komolyabb, és tehát, hogy ez a vicces része. A komoly része pedig az, hogy a mi kapcsolatunk az állandóan fejlődik. Mi ugye úgy kezdtük az ismerkedést, hogy ő táncolt egy stúdióba, ami a Sing Sing Singnek volt a stúdiója, és azzal kezdtük a mi kis barátkozásunkat, hogy a Time Warp című számnál, amikor nagyon sokan táncolnak a színpadon, én a tánckar mögött vagyok, és át kell köztük bújnom félmeztelenül egy frakba puposan. Iszonyatosan szájon vágott a Petra, én a mikrofonnal szájba vágtam magamat, letört a fogam, tehát hogy így kezdődött. Aztán picit nőtt a kapcsolatunk beltartalma, mert együtt kezdtünk el énekelni a Sing 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 című musical show-ba, és akkor most odáig combosodtunk ki, hogy kaptunk egy saját külön lehetőséget a Gyuszitól is, az Éliás Gyuszitól, és a Szakáll Attilától is, és bevettük ezt a mi kis dalunkat a Sing 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 show repertoáriába, és így kaptunk ez a hivatalos. Picit story. Visszatérek. Igen? Erre a dologra. Adás előtt jutott a tudtomra az, hogy én őt szájba rúgtalak? Csak ütöttél. Csak ütött, azután nem volt a szájba rúgtam. És nem is engem, hanem a mikrofonomat. Csak az itt volt, miközben én ütöttem. Nekem ez nagyon váratlan dolog, mert én ezt tényleg? Észre se vetted? Na, ilyen az élet. Hát a színpadon sok minden történik. Tehát hogy azért azt tudni kell, hogy ott és olyan... És ennek ellenére te bevállaltad azt, hogy... Remélve, hogy jobban megkedvelsz, és akkor nem fogsz legközelebb szájba de válni. De Tibi nem sántítva jött, meg van mind a két lába igazából. Így van. Hála Isten. Pár százezer forintba került egy fogpótlás. Tehát, hogy ez egy gyümölcsöző olcsó kapcsolat. Petra már törleszt akkor így. Igen. Havi pár ezer forintjával. Szóval ez tényleg akkor így indult ez a kapcsolat. Igen, egyébként azért azt el kell, hogy mondjam, hogy most tényleg a viccet félretéve, hogy egy ilyen színpadon iszonyatos energiák és hatalmas lendület van. Tehát azt az ember civil állapotában nem is tudja felfogni azt az erőt, ami egy színpadon előadás közben zajlik. Sokszor van úgy, gondolom, hogy Petrával is van ilyen, hogy az ember bemegy próbálni, picit fáradtabban, és akkor végig kéne csinálni a show-nak azt az egy elemét, amit próbálja,
És az ember azt érzi, hogy nem tud akkora levegőt venni, nem tudja akkora energiát adni, hogy ez működjön. Amikor meg csináljuk, megy magától a show, nem tudom mi, valahogy színészek vagy énekesek úgy lehetünk összerakva, hogy belépünk, én legalábbis csak a saját nevemben nyilatkozom, belépek a színpadra, és megváltozik minden. Tehát, hogy már nem mi vagyunk, hanem valami furcsa közvetítő szerep vagy. Igen, ez tényleg így van. Ugye én rádiózom, tévézem, főleg rádiózom, ugye tévét is csinálom, de ez tényleg így van. Tehát az ember meglátja a mikrofont, idézőjelben mondom, meghűl. Vált az agya, igen. Így van. Kamera. Egy mese világba csökkenünk. Igen, egy teljesen más világ egyébként, így van. Egyébként tényleg a viccet félretéve, volt ebben az időugratóban egy olyan rész is, lehet, hogy pont nem a Petra volt, mert körülbelül 60 ember táncolt körülöttem. Úgy szájba vágtak, hogy tényleg letört a fogam. Biztos, hogy nem én voltam, mert én emlékszem rá, hogy rendező jobb oldalt voltam, és te mindig középen voltál. Igen, középen jöttem. A másik ilyen kínos nóta, az melyik az a Queen duett, amit mindig szerint... Don't stop me now. Nem mondhat szájt, ugye? Igen. Abba pedig ugye annyira világítanak a lámpák szemből, hogy az ember néha nem tudja, hogy hol van, uh-huh. És megint csak rengeteg ember táncol középen, és van egy olyan jelenet, amikor a két énekesnek föntről a lépcsőről le kell szaladni a dal vége felé, körbe szaladni, igen. A táncosokat, és elől középen találkozunk. És én meg nem láttam, hogy egy takarásfal az ugye belógott a színpadra rendesen fekete függönnyel, de egy fal, tehát ez egy kemény fából készült fal. Én úgy rohantam neki tiszta erőből, hogy körülbelül a mellettem lévő táncosok megijedtek, azt hitték, hogy valami baj van, de rendesen megszédültem, és össze kellett szedni magamat, és előre botolkáltam, nem tudom, akkor éppen kivel énekeltem, talán a Halasadával. És ő is rám nézett, hogy mi van, egy ilyen piros sík volt itt a fejemben. Tehát, hogy ott tényleg operász fantomja. Így. Már is lehetett más volna nyomatni. Igen. Még Janet Jackson rosszabbul járt, ugye neki volt az, amikor Justin Timberlake-kel lépett fel talán, és akkor ugye a melltartójának az egyik felé szépen lehúpalt, és itt teljes valójában, igen, a tápláló. És ezt nem láttuk. Mellecske. Hát videó megosztom, meg lehet egyébként nézni. Szegény Berecki Zoli, nem akarom reklámozni, igen. Itt a Bereckit, ő pedig bezuhant az Operett Színházba, a zenekari járókba, ami az Operettben a zenekari járók, az körülbelül 3 méter mély. Romeo és Júlia közben? Nem tudom, valamelyik előadáson. Egyszer én is leestem, hogy Rudolf előadás alatt. Nagyon csúnya dolog itt lassan fölmenni a színpadra, tehát az egy csúnya dolog. Elképp. Képzeljétek, óvodában én egyszer akkor átestem a rólad. Folytatán a beszélgetést, Petrát kérdezném, hogyha megenged először mégis a hölgyet. Nagyon-nagyon kedves kolléganőm Sasvári Csilla, keresztanyát Csilla? Igen. Keresztanyát Csilla. Emlékszem, még jó pár évvel ez a Csilla azt mondta nekem, hogy van a keresztlányom Petra, jár táncolni, énekelni, és higgyétek el, a Petrából még az operett és a musical világában biztos, hogy egy nagyon nagy ember lesz, egy elismert ember lesz, mert olyan elképesztő kitartással, vehemenciával, akaraterővel, a szó jó értelmében tényleg fejjel a falnak, hogy leállíthatatlan és valami elképesztő energiákkal csinálja ezt a dolgot, és úgy látszik, hogy Csillának teljesen tökéletesen igaza volt. De mikor döntötted el, hogy erre a pályára szeretnél lépni? Tök sablonos a kérdés, majd kiderül, hogy miért kérdeztem. Igen, hát tulajdonképpen 9 éves koromban döntöttem el ezt, nem tudom így. Tegnap előtt, aha. Egyik reggel felkeltem, és belőlem színésznő lesz, ha meggebedek is, és én ezt nagyon szeretném, és kaptam egy lehetőséget egy nyári tanfolyamra, egy kurzusra, ami itt volt Székesfehérváron. A musical kurzus? Igen, a musical kurzus. A Fekepali kurzus. Féle. Aha, igen, aha. Igen, Szakál Attila, igen. Nagy Sanyi. Igen. Ők vezették még abban az időben, és kaptam lehetőséget, hogy én is, bár még 9 éves voltam, nagyon korhatár alatt, de mondták, hogy jöhetek esetleg. És egy ilyen Disney blokk keretében, a Vörösmarty Színházban a Vukkot énekeltem, így lettem a Feke Pali által elnevezve, a Vukkos lány, tehát ami ott találkozunk mindig. A járási Wolf Kati, akkor mondjuk, hogy igen. Igen. És azóta valahogy annyira megtetszett ez a színpadi világ, ez a lét, az, hogy mi ott tudunk kilépni a saját testünkből, és átlépni egy szereplőnek a testébe. Nekem ez olyan szinten megtetszett, hogy azóta az életem 90%-át a színház tölti be, és próbálom ezt így végrehajtani. Ugye akkor Tibi javában koptatta már a színpadokat, és akkor ugye...
Nyilván akkor egy fellépés erejéig mondjuk álmodoztál róla, vagy milyen jó volt általában a musical kurzus, hogy akkor ismert nagy sztárokkal, zenészekkel, énekesekkel állt egy színpadon, és nyilván akkor nem gondoltad volna, hogy pár év múlva Tibinek már tényleg jó barátja leszel, együtt fogtok fellépni rengeteg helyen, itt beszélgettek hát majd együtt, nem? Szóval nagyon meg voltam szeppenve, mikor először mondta az Attila, hogy na most már vagyok olyan szinten, hogy most már akkor táncolhatok a Sing Sing Singben. Hát ez nagy dolog volt. Úristen, a nagy művészek mellé odállni tényleg, és én táncolhatok ott, és akkor egyre előrébb vitt, tehát már az első sorban, már egyre jobban sikerült előrébb jutnom, és egyszer csak azt mondta, hogy próbáld meg az éneklést is, emlékszem, hogy a Veszprém Arénában volt egy karácsonyi koncertünk, és akkor kaptam először lehetőséget, hogy énekelhetek egy dalt. Igen. Az igen? És hogy az volt igen. Az első lehetőségem így a Sing 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 keretében énekelni egyet, és hát ez egy akkora berobbanás volt számomra, és mondta Attila, hogy nagyon jól sikerült, hogy szeretné, hogy így a jövőben, így a szólisták között. És egyébként meg kell gebedni? Ezt most kérdezem mind a kettőtök ebben a szakmában. Tehát amíg elérsz arra a szintre, ahol most ti vagytok, és nyilván ott maradni, mert ugye mert mindenki úgy képzeli a kívülről, hogy sikerpénz, csillogás, tök jó, rengeteg előny, mert van előnye ennek a szakmának, azért ne tagadjuk, mert rengeteg előnye van, viszont hát ott van a háttér, amit lehet, hogy nem sokan látnak, és nem sokan gondolnak, hogy bele kell tenni, meg minden napokban meg kell vele küzdeni. Hát igen, most ezzel szembesülök én is, mert jelenleg a Pesti Broadway stúdióban tanulok. Most vagyok harmadéves, és tényleg naponta táncórákra bejárni, mindenféle órára, színészmesterség órára, beszédórára. Rengeteg pszichológiánk is van most már, tehát rengeteg különféle órákon kell nekünk részt vennünk ahhoz, hogy egyáltalán színpadra tudjunk és állítsanak ott minket. Ugye most nem akarom elviccelni nyilván, csak ugye mostani történések kapcsán még önvédelmet is kell tanulnotok lehet. Hát. Én mondom, nem akarom ezt a dolgot. Csak a fiúknak. Igen, neked, igen. Ön és fogvédelem. Ez nálad többi, hogy nézett ki? Te mikor határoztad el, mondjuk erre a pályára szeretnél lépni? Én csak egy picit hagyd menjek vissza a Petra féle kérdésre. Én ezt teljesen másképp éltem meg egyébként, mert hogy is fogalmazzak, hogy ne legyek sértő senki felé. Én szerintem ez nem egy meggebedős történet. Tehát, hogyha valaki olyat csinál, amit élvez, és az élete, persze fárasztó, meg tehát, hogy tényleg, de szó nincs arról, hogy meggebedünk. Valóban jártunk táncórára, énekórára egymás után, színészmesterség órára. Én nagyon későn kezdtem, én 21 éves voltam, amikor a Toldi Mária Musical Studio-ba kerültem teljesen véletlenül, és 23-24 éves voltam, amikor 24, amikor teljesen véletlenül felvettek a színművészeti főiskolára. Én nem akartam felvételizni, a Toldi Marika néni erőltette ezt a dolgot. Ugye Marek Andrea édesanyja. Így van. Hozzájártunk a Toldi Mária Musical Studio-ba. Olyan osztatársaim voltak a stúdióba, Tunyogi Bernadett, wow. Kós Réka, Ladinek Judit, a színművészeti főiskolán Tunyogi Bernadett, Kós Réka, Ladinek Judit, tehát hogy mi egy ilyen kis banda voltunk, Kis Zoli, bocsánat, nem akartam kifejelteni Kis Zolit, ő is játszott itt Székesfehérváron, Homonai Zsolti, ő is játszott Fehérváron, Kárpáti Norbi, aki akkor még Kovács Norbi volt, tehát hogy egyszer csak azt mondta, hogy mindenki jelentkezett az osztályból, a csoportból, neked is kell jelentkezni a színművészeti főiskolára. Mondtam, hogy én nem akarok színész lenni, hát ez engem nem, én kiálljak emberek elé és beszéljek, ez biztos, hogy nem. Tessék elmenni felvételizni. És akkor felvettek. Nem felvettek? Pedig ugye felvételi a színművészeti, hát legendásan nehéz. Hát három forduló, 1800 emberből vettek föl közülünk 17-et. És ahhoz képest, mi lenne, ha akartál volna, rögtön te lettél volna tanszékvezető? Nem tudom, tehát hogy szerintem, most csúnyát fogok mondani, és mindenkitől elnézést kérek a képernyőnél, meg itt közöttünk is. Tehát aki úgy érzi, hogy ez meggebedés, bocsánat, hogy ezt a szót használom, csak hogy te is ezt mondod, tehát hogy ez megerőltető, meg teher, annak lehet, hogy más nincs pályát kéne nézni. Mert valóban állat sokat tanulunk, valóban
hihetetlen mennyiségűt próbálunk, de azt az ember nem érezheti, hogy ez teher, mert ez az élet, ez a szerelme, ahogy a Petra mondta, ez olyan, én nekem az volt az első megfogalmazásom a színházról, hogy ez olyan, mint egy pszichológiai kezelés. Igen. Tehát az ember a magánéletében nem verhet rá hatalmasat az asztalra, hogy már pedig elég legyen. És a színpadon oda, emlékszem, hogy játszottuk a valahol Európában, és ott az emberből egyszer csak egy dükitörésként robban be a végén a úgynevezett hosszú dala, a nagy nótája, a szóló nótája annak a karakternek, amit például én is játszottam. És azt mondta a rendező, hogy bármit csináltok a dalba. Akkorát rávágtam egy korlátra, hogy az emberből, és ezt otthon nem teheted meg, vagy a magánéletben, a villamoson, tehát a civil életben nem. És valóban olyan, mint egy jó pszichológiai kezelés. És ezért szerintem minden színész egy picit rá is szorul erre. Egyébként így van, tehát tényleg. De mondjuk ez a szakma, amit ti üztök meg, amit mondjuk mi üzünk a médiában, akár műsorvezetőként, szerintem, és ezt idézőjelben a normális ember, ezt nem tudja csinálni, tehát tényleg egy kicsikét, hogy őrült legyél, meg bolond legyél. Legalábbis, igen, legalábbis egy nagyon nyitott lelkű embernek kell lenni. Igen. Tehát, hogy ezt nem lehet ésszel csinálni, miénket. Az ember nem az eszével tanulja meg a szöveget, mert én tanítok iskolában, szoktam mondani a fiataloknak, annyi idősek, mint a Petra, hogy ésszel tudni a szöveget, az nagyon kevés. Mert az, hogy otthon valaki el tudja mondani, az egy dolog, de fölmegy a színpadra, belenéz valakinek a szemébe, és egyből megáll, leáll minden az agyban. Tehát a lelkeddel kell tudni azt, hogy miről szeretnél beszélni. Igen, érzelmeket adsz át, és érzelmeket kell kiváltani. Ez egy nagyon fontos, hogy ez meglegyen. Láttalak benneteket már színházban is, megnéztem a videó megosztón, rengeteg fellépéseteket. Tényleg elképesztő jó hangotok van, nem tudom, hova lehet ezt még überelni, nyilván sehova nem is kell. Hogy ti alapvetően így születtetek, hogy ilyen tök jó hangotok volt, vagy azért voltak ebben anomáliák, meg nem voltatok olyan kifejezetten jó emberek, és nagyon sokat dolgoztatok ezért. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy aki esetlegesen mondjuk nem feltétlen olyan hanggal megáldott most, mint ti, hogy neki van remény, vagy azért nem lehet mondjuk ilyen szintre jutni, hogy nincs egy alapvető adottsága az embernek ehhez. Parancsolj! Hát szerintem nyilván kell egy alapvető adottság, meg affinitás ehhez, viszont lehet képezni is, mert én párhuzamosan például most az ELTE tanító szakot végzem. Még azt is? Igen, emellett? Igen. Levelezőn, és ott látom így a csoporttársaimon, amikor énekóra van, hogy vannak nem nagyon jó képességűek, tehát kevésbé jó képességűek, és rajtuk látom a fejlődést tényleg, hogy azért valamennyit el lehet érni azzal, hogy az ember úgymond jobban tudjon énekelni, de szerintem azért kell ehhez egy bizonyos adottság. De énektanár, énekoránt, és kíváncsi lennék, hogy neked van énekórád ott, ami nyilván nagyon aranyos, meg kedves, de hát köszönöm szépen neked most akkor ott főiskolai szinten énekórát tartani. Az énektanár hogy áll mondjuk így hozzád? Mármint az egyetemi? Igen. Énektanár? Hát érdekesen próbálom magamat nem kihúzni ez alól, tehát próbálok ugyanolyan lenni, mint a többiek. Nyilván azért tőlem, nekem nem annyira nehézségemre esik az, hogy például megtanuljak egy népdalt, vagy akár furujázni, vagy ami a követelmény. Tehát nekem nyilván könnyebb dolgom van. Mivel levelezős vagyok, ezért nagyon kevés óránk van. Tehát próbál ott is úgy bánni velem, mint egy olyan ember, mint akinek ugye szüksége van énekórára például, így van. Beszéltünk az elején a dalról, beszéljünk meg erről mindenképpen, ugye készült erről egy videóklip, amit ugye szintén lehet látni a különböző videó megosztókon. Beszéljünk erről a forgatásról, hogy nézett ki, milyen dolgok voltak, hány fogát vesztett el Tibi. Én csónakom. És az ő stégje. Hol forgattátok a klipet egyébként? Kérlek szépen, akkor most elárulok egy nagyon nagy titkot, de csak félig. Kényelmi szempontból. De hogy kezdődött, azt is mondd el, hogy mi volt a fő terv? Mi? Hát a forgatásra.
Mi? Azon segíts ki? Mi a is kényelmi van? Szempont előtt először is úgy volt, hogy ugye mind a ketten elmentünk nyaralni. Igen? Ja, igen. Mindenki készít magáról egy különböző kis videó, összevágható videó dolgokat, és akkor majd a nyaraláson... Mert ő Horvátországban nyaralt ide nyaron, én meg Rómában, és ugye adottak a gyönyörű hátterek, és akkor és akkor majd abból összevágjuk, hogy így telefonon, és aztán rájöttünk, hogy ez nem teljesen... Felmerült az aksi, vagy nem teljesen. Hát, meg ez így, tudod, nem, nagyon vicces. Inkább nyaraltunk. Mm. Igen. És akkor kiderült, hogy a Petrának van egy barátnője. Magonyi Nikolát. Igen, aki ilyen videó technikát tanul, és ilyenekkel foglalkozik. És mivel egymás mellett lakunk Nikivel, csak igen, van köztünk egy Duna szakasz, egy kis Duna ág, ezért azt mondtuk, hogy hát ha te itt laksz, én meg itt lakom, jaj, akkor beszéljük meg a Petrával, hogy ő jöjjön ide, nekem van egy hajóm, van csónakom, meg mindenféle vízi járműveim, és akkor mi van, hogyha erre kitalálunk egy kis történetet. És akkor egyszer csak a Niki előállt egy kész sztorival, rendes forgatókönyvvel, hogy mikor mit kell fölvenni, erre a dalrészre ez fog történni, és mint egy videórendező meg szerkesztette az egészet, és elkészítette. Milyen visszajelzéseket kaptatok odaarról eddig? Nagyon jókat. Nagyon sok pozitív visszajelzés igen, volt rá már. Hál' Istennek. Terveztek folytatást egyébként, hogyha ez ennyire mondjuk bejött az embereknek? Mindenféleképpen, persze. Újabb és újabb dalok esetlegesen? Persze. Sőt, szerintem mi tök jól tudunk együtt dolgozni, és ez nagyon fontos, persze, mert hogyha két, hogy fogalmazható ez meg értelmesen, nem is az anti hát csak, hogy a muszájból dolgoznátok esetleg. Igen, tehát hogy vannak olyan emberek, akik nem illenek össze, így vizuálisan, igen, lelkileg, barátságilag, mint emberségileg. Mint Tom és Jerry. Tehát, hogyha ők nem ír, tehát hogyha nem nincsen egy ilyen együttrezgés, akkor az pontosan látszik az elkészült nyersanyagon is. Igen, ez látszik, hogy igen. Ezt nem hiszem el. Tehát az emberek csak azt fogják kérdezni, hogy ezt én nem hiszem el. De hogyha van egy ilyen kis közös zsezsgés, vagy nem tudom, hogy hogyan lehetne jól megfogalmazni, akkor ez működik. És szeretném, hogyha Petra is szeretné, hogyha tudnánk folytatni. Hát, persze. Ezt kell mondani, így van egy tévéműsorban. Nagyon kevés időnk van, már nagyon hamar elrepül a műsoridőnk, nagyon sokat tudnánk beszélgetni. Azt azért elmondom a kedves nézőknek, hogy miután végeztünk a beszélgetése, Petrának pofátlanul kevés idő alatt Miskolcon? Igen. Miskolcon kell lennie, de tényleg ez, mint a normál időnek, kb. Negyede van erre Petrának, úgyhogy még egy kérdés, Tibinek is fellépése lesz. Jövő kapcsán ugye beszéltünk a dalról, egyébként egyedileg, egyénileg mit terveztek? Közeljövőben mi a nagy vágyatok, ami még megvalósuljon mindenképpen? Hát egy nagy koncert a vicceltem. A Wimbledoni stadionban. Nem, szerintem a közös munkát azt továbbra is folytatni. Most lesz majd, már van egy közös koncertünk, felkérésünk február 16-ára. Szóval azért mindig rengeteg újdonság jön be így az életünkbe, és nagyon hirtelen. Igen. És mindig tartogat a holnap egy apró meglepetést. Úgyhogy szerintem nem lehet nagyon tervezni a mi életünkben. Hát ebben a szakmában nehéz egyébként, igen, hiszen mindig újabb és újabb tehát mindig, és fantasztikus dolgok, tehát szerintem ennek a rabjai vagyunk. Igen. Én nekem csak annyi még így pluszba, hogy én elkezdtem mostanában rendezgetni ilyen kis darabokat, több színházban játszom, akik tudnak utaztatni darabokat, és most már másodszor kaptam felkérést, hogy rendezzek meg most írnom is kellett egy darabot, és ez úgy nagyon megtetszett, és nagyon jó visszajelzések voltak a kollégától, nem az a rendező voltam, aki ilyen mindenféleképpen rákényszeríti az akaratát, hanem egy ilyen nagyon jó kis dolog. Én magam sem tudtam, én ezt az iskolában tanultam meg, ahol tanítok, hogy van egy ilyen képességem, hogy egyszer csak minden jót látok, és mint egy jó pszichológus tudom segíteni az embereket, hogy jól alakuljanak a dolgok. Nekem meg ez a nagy vágyam, hogy minél többet ilyen jellegű dolgot. Kicsit nagy képűség azt mondani, hogy rendezni, mert ettől én félek, de hogy a színpadnak a másik részét is egy kicsit így
így ízlelgetni. Hát én kívánom nektek, hogy ez valósuljon meg mindenképpen nagyon-nagyon sokszor, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi is köszönjük. Köszönjük a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, legyenek velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.